Az elmúlt szezonban a harmadik kerületben játszottam. Igazából ez egy, hát a végére nagyon szomorú szezon lett, de személyes szempontból én azt gondolom, hogy eredményes szezon volt. Nagyon sokat játszottam, sikerült gólokat szereznem, fontos gólokat szereznem. Sajnos a végére ez nem volt elég a bennmaradásra, de személyesen ez egy nagyon fontos év volt nekem. Amikor megérkezett a haladás megkeresése, akkor az első pillanattól kezdve prioritást élvezett a többi megkeresése szemben. Én nagyon örültem a megkeresésnek, nagyon szerettem volna idejönni, és bíztam benne, hogy sikerül úgy megegyezni, hogy ez minél hamarabb fixálódjon. Szerencsére sikerült, és nagyon örülök, hogy itt vagyok. Alig várom, hogy elkezdjük a felkészülést, a közös munkát, és neki menjünk a nagy célokért. Milyen emlékeidben a haladásról, mint ellenfélként? Én egy meccset játszottam itt Szombathelyen. Nekem azért az egy pozitív élmény, mert nyertünk itt 1-0 az én gólommal ráadásul, úgyhogy csupa jó emlékem van. Bízom benne, hogy még nagyon sok gólt tudok itt szerezni majd a stadionban. Mik a célok a csapattal itt, illetve egyénileg a céljaid a haladással? Egyénileg nekem az a célom, hogy NB1-es játékos legyek, és mivel most itt vagyok a haladásban, ezt a haladással szeretném elérni. Úgyhogy az egyén és a csapat célok is igazából azonosak. Én csatár vagyok, nekem a gólszerzés a feladatom, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy minél több gól a gólpasszal tudom segíteni majd a csapatot a pontok megszerzésében. Köszönjük és sok sikert! Köszönöm szépen!